Szeretettel üdvözlöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És ma egy olyan ételt szeretnék mutatni Önöknek, ami akár a karácsonyi ünnepi menü főétele is lehet, lévén, hogy az alapját egy vargányás tejszínes káposzta adja, ami már önmagában azért egy elég különleges dolog, és ehhez süthetünk egyaránt akár halat, akár pulykát. Így a családon belül megoszthatjuk, ugye van, aki a halat szereti, van, aki a pulykát, tehát ez ilyen szempontból is praktikus. Mutatom is, hogy hogy készül. Ami előkészítés eddig történt, ez a következő volt. Vettem én a 60 deka afrikai harcsafilét, ami teljesen szálkamentes volt már, 4 nagy szeletet kialakítottam belőle, beáztattam tegnap este sima tejbe, és ennyi, illetve vettem 60 deka pulyka mellett, pulyka mellett filét is, amiből szintén 4 nagy szeletet vágtam, szintén tejbe áztattam, és lusz. Ennyi történt. Ezeket a húsokat, illetve a halat, ezt én most ki fogom venni, a tejből jól lecsöpögtetem, hogy majd meg tudjuk sütni, és amíg ez lecsöpög, elkészítjük a köretét. De egy dolgot elfelejtettem én tegnap, illetve nem is tudom, amikor éppen a hóbortom úgy diktálja, akkor én azt szoktam csinálni, hogy 1 liter tejben 4%-nyi, azaz 4 deka sót simára keverek, és úgy pácolom be a húst, illetve a halat, és akkor már nekem nem kell gyakorlatilag sóznom sütés közben. Ez most elmaradt, úgyhogy annyi az egész, hogy akkor sózom sütés közben. Tehát akkor őket mindjárt lecsöpögtetem. Nézzük a köretet. Ez itt 70 deka savanyú káposzta, amivel összesen annyit tettem, hogy egy kicsit kimostam, mert túl savanyúnak éreztem, és most néhány vágással a szálait rövidebbre aprítom. Következő hozzávalónk a vargánya gomba. Ezzel összesen annyit tettem, hogy a homokos részeit lekapargattam, utána folyó hideg víz alatt éppen csak egy picit leöblítettem, de cseppet se szerettem volna, ha ő megszívja magát vízzel. És most földarabolom úgy, ahogy adja magát. A lényeg, hogy kb. Ilyen darabkák legyenek, mint ahogy itt mutatom. És ezután olajban meg fogom virítani, meg fogom sütni, és az olajból ki fogom emelni, és ennek a zsírjában fog majd elkészülni tulajdonképpen a káposzta. Fontos, nem mindig kapható vargánya. Van, amikor éppen tök jó áron be tudjuk szerezni. Megtehetjük simán azt, hogy megvásároljuk ezt a gombát, olajon megpároljuk, azután pedig kis ilyen, hát mit tudom én, fagylaltos dobozkákba, vagy bármi, simán le tudjuk fagyasztani. És ilyenkor például, amikor szeretnénk egy ilyen igazi ünnepi ételt, akkor csak onnan előkapjuk, és már tudunk is vele dolgozni. Egyszerűen csak, amikor fölengedett, leöntjük róla az olajat, abban megpároljuk a káposztát, és a végén a káposztát keverjük még a tejszín előtt a már pirított ugye, vargányát. Tehát fagyasztott vargányával így tudunk dolgozni. Jó, nézzük, mi van még. Kell nekünk egy vöröshagyma, és kell nekünk egy-két gereszt, attól függ, hogy mekkora fokhagyma. Ezeket jó finomra vágjuk, és azért készítsünk elő mindent, mert utána akkor a tűzhelynél már könnyebb dolgunk van, hiszen egy futam alatt mindent le tudunk. A fokhagyma gerezdeket szokás szerint félbevágjuk, ha csúnya nagy zöld csírája van, azt kikapjuk, de ebben nincsen, és utána szokás szerint a késnek a fokával szét nyomkodjuk egy pillanat alatt. Egy nagyobb lábasba 5 evőkanál olajat öntünk, ezen pirítjuk majd meg a gombát. Kicsit megforrósodott az olaj, mehet rá a gomba. És végig nagy lángon 5 percig pirítjuk. Semmiféle fűszert nem teszünk rá, se sót, se borsot. 5 perc pirítás.
A pirítás végén szűrőlapáttal a gombát kiemelem ebbe a tányérba, és ebben a fűszeres gomba olajban pirítom majd le a káposztát. Ő lett itt nekünk a pirított vargánya, és egyébként ebben az állapotában simán, ugye természetesen kihűlve lefagyasztható. Erről beszéltem ugye az elején. Akár tehetünk rá olyankor még egy picit több olajat, amit majd azután föl fogunk használni a később az ételkészítés folyamán. Ahogy beszéltük, visszamaradó zsírjában, pontosabban olajában, egy kicsit megfuttatjuk a hagymát és a fokhagymát. Lehet látni, itt ragyogó pörzsanyagok vannak a lábas alján, ez bizony föl fog majd oldódni, és parádés ízt ad majd nekünk, pontosabban itt a káposztának. Sőt, ne is bízzuk ezt a véletlenre, nehogy esetleg túlpiruljon, tegyünk rá egy kevés vizet, így garantáltan nem fog nekünk leégni, és minden egyes zamatanyag, ízanyag ott marad benne a káposztában. Már föl is oldódott ennyi az egész. Egy nagyon picit hagyjuk, hogy ez a víz elpárologjon róla, és jön rá a savanyú káposzta. A vizet egyébként ne tegyük túl messzire, mert könnyen előfordulhat, hogy a savanyú káposzta pirításához szükségünk van arra, hogy egy kevés vizet alá tegyünk, nehogy megpiruljon. Természetesen azt majd a végére elforraljuk róla, hogyha esetleg maradna rajta. A káposzta, ami fűszereket majd kap, só, bors és egy kevés kakukkfű, ami lehet friss vagy szárított, természetesen a friss az zamatosabb. Tehát jön rá a káposzta, ami esetünkben 70 deka volt, ugye kétszer annyi, mint a gomba. A lángot állítsuk közepesre, és akkor így pirítsuk a káposztát. Ez nagyjából fél óra, amíg úgy meg tudjuk pirítani, ahogy szeretnénk. De ez alatt van idő lecsöpögtetni a halat, illetve a pulykát. Én ilyenkor még nem szeretem sózni, hiszen a káposzta össze fog esni, és könnyű elsózni magát az ételt, illetve a káposztát, úgyhogy most még ne tegyünk rá semmit, egyszerűen csak pirítsuk. Miután a fűszereknek jó, ha egy kicsit pirulnak ugye a zsiradékkal, ezért a kakukkfüvet már rá tehetjük. Én ezt úgy szoktam, hogy egy nagyon kicsit így elmorzsolom a tenyeremen, így. Megjegyzem, ez a kakukkfű, ez ki fogja majd domborítani ugye az erdei gombának, a vadgombának az ízét, a vargányának az ízét. Természetesen mehet rá bors. Tegyünk rá mondjuk egy csapott kiskanálnyi sót, és akkor mehet tovább a pirítás. Lehet látni, kezd egy picit letapadni a káposzta, de így jó, hiszen pirul. Viszont azt se szeretném, hogy ezek a pörzsanyagok ugye itt megfeketedjenek, úgyhogy az előre kikészített vízből aláöntünk fél deci. És ezt a pörzsanyagot mind-mind föloldjuk ide a káposztába. Úgy szól a recept, hogy roppanósra kell pirítani a káposztát. Én ezt már többször megkóstoltam, csoda, hogy egyáltalán még maradt a lábasban, de érzésem szerint most úgy roppanós, ahogy én szeretem, úgyhogy megy hozzá a vargánya, és nagyjából egy 3 deci sűrű főzött tejszínnel fölöntjük. Nézzük csak, még kell nekem egy kicsit hozzáadni, így. Kevergetve megforrósítom, és gyakorlatilag kész nekem a vargányás káposztám. Természetesen elmaradhatatlan egy kóstolás. Egy nagyon kicsit sózzuk meg. Ez körülbelül egy ilyen fél kiskanálnyi só. És azt kell, hogy mondjam, hogy más nem is kell bele, egyszerűen annyira zseniális ugye maga a vargánya,
Egyszerűen csoda íze van. Még ezt a pici maradékot, tehát így akkor 3,5 deci a tejszín hozzáadom. Természetesen a tejszínt beleöblítem. Ide. Tudom, hogy nem olcsó dolog a vargánya. De higgyék el, ezt egyszer, ha máskor nem karácsonykor, érdemes kipróbálni. Elképesztően finom íze van. Tehát ez a vargányas tejszínes káposzta, ez egy csoda. Tegyük félre, következhet a hús sütése. Serpenyőben 3 evőkanál olajat forrósítottam, és belerakom először természetesen, ha valaki kétféle süt, akkor először tegye bele a szárnyast, a pulykát, hiszen ennek a zsírjában nyugodtan meg lehet sütni majd a halat, fordítva ez nem igaz. Mehet bele mondjuk 2 szelet ilyen jóképű pulyka, megborsozzuk, megsózzuk, oldalanként a hús vastagságától függően 2-3 perc a sütési idő. Természetesen ezt az oldalát is megsózzuk, megborsozzuk. Ugyanígy fogom majd megsütni a halat is, és azután jöhet a tálalás. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ugye karácsony tájékán ezt nyilván azért készítem pulykából, meg harcsából, illetve hát bármilyen más halból is lehet, mert hogy ugye ez a karácsonyi hagyománykörhöz jobban illik. De természetesen készíthetjük ezt szűzpecsenyével, sztékkel, rostéossal, hirtelen nem is jutott az eszembe, csirkemellel, rozéra sütött kacsamellel, tehát minden olyan, sőt, el tudok képzelni egy szelet rosnon libamáját ehhez a parádés káposztához. Tehát minden, amit frissen sütünk, frissen tudunk sütni, alkalmas arra, hogy ehhez a káposztához kínáljuk. Tányérra halmozunk a vargányás tejszínes káposztából, így a mellé fektetett pulykát saját pecsenye levével meglocsolgatom, és tulajdonképpen el is készültünk. Ő itt nekünk tehát a pulykamell, rostonsült pulykamell, vagy natursült pulykamell, vargányás káposztával, vargányás tejszínes káposztával. Maga a hús, az higgyék el nekem, hogy valószerűtlenül puha, ugyanis ez a teljes áztatás, ez csodát tett vele. Egyszerűen káprázatosan finom, és megmutatom, kísértetésre hasonlóan néz ki, hiszen itt van nekünk a káposztánk, és mellette a harcsa, ami szintén ettől a teljes áztatástól kifogástalanra sült. Díszítésként petrezselyemet szokás hozzátenni maximálisan, illetve a halhoz lehet tenni egy cikk citromot, hiszen aki úgy érzi, az tekerhet a cikkből, ugye csavarhat a saját kis halára ízesítésképpen. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon egy lájkot rá. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom jó, ha megteszi, hiszen most már több mint 200 videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok mindenkinek!